Ez itt az Inferno kukol főadiszállása és bugyra, amelyet ma be fogok nektek mutatni, illetve az egységei. Úgyhogy erről mondom, tüzes nap vár rátok. Hát tudjátok, ez egy talán az ötödik részre hasonlít már külső, csak szintén 3D-be. Viszont talán mutatjuk azt, hogy effektetten jobban néz ki, mint mondjuk az előző rész esetén látható. Mutatjuk most a várost, szokás szerint mindig. A vermek, a sötét bugyorok és termek, amelyek itt várnak rátok, ezt félelmet kelthetnek a fiatalabb játékosokban, ahogy a Necro esetében is, csak a későbbi fejlesztések során. Úgyhogy ezért van szerintem szerint a karika. A megszokott karika, amit máshol is már láthattunk sokszor. Úgyhogy az ellenfél továbbra is gyorsan lép. Nincs okunk panaszra. Most építek egy Kerberoszt, hogy meg tudja mutatni a legalább a három alapnék képességeit. Bocsánat, nem Kerberoszt, hanem pokolkutyát. Támadjunk, hogy támadjunk. Mondjuk a fejlesztett őrszállt a pretóriánust, hogy a Heaven az az emberek menedék egyik első ember és a kastély. Kinek hogy tetszik? Ah, ma megint elfelejtettem. Megkapcsolni a mondjuk egy varázslatot. Pokolkutya ismerős az eddigi részekben, ő akárhányszor visszatámadhat, megmaradt ilyen a képesség, illetve növeli a sebzését, amely előzőleg már megtámadta őt, azok ellen, tehát többet sebez, illetve 20%-kal több a tűzvédelme, illetve kedveli a fényt és élőlény. A fejlesztett pedig szintén kétfejű marad, jelentő az eddig részekben viszont páncét kap, tehát jobb lesz a védelme is azáltal, illetve több embert fog tudni megtámadni, és így hát egyszerre többet sebezhet. Most mutatok egy ilyet, egy cover. Most itt így védelmet kapott a kis kutyusom. Láthatjátok a mániákost, vagy őrültet, amely immunis a, mivel őrült, immunis az elme befolyásoló, illetve a morál csökkentő hatásokra, illetve is 20%-kal, illetve a többi az védette a tűz ellen, illetve a többi ismert. A fejlesztett pedig elszívja, a tébolyút elszívja a sebzések egy részét magának, illetve hát tehát ezáltal kicsit többet se, ez a többiek viszont kevesebbet. Hát egy elég hasznos képesség. Itt van a Succubus, ugye ismert lény az előző részből, csak itt már lő, illetve a közelharci egységek csak egy 1%-át sebzik a normál sebzéseknek, a maradék sebzés pedig ők maguk kapják meg. A többi ez pedig hasonló, ugye az előző. Tehát ha valaki megíti ezt a lényt, kevesebbet sebez, illetve a maradék sebzést, a normál sebzésének viszont visszakapja ő maga, magát sebzi részben. A fejlesztett ezt erősebb mértékben teszi, illetve ha jól tudom, a teljes mértékben visszakapja a sebzést, illetve csávítani tud, amely mint a régi részekből is egy jó ismert képesség, varázslat, illetve lényképesség. Ez azt jelenti, hogy akár az ellenséges egység saját csapatársait is megtámadhatja, vagy átállhat a mi oldalunkra. Az Inferno képfai képessége megmaradt az előző részből, amely ugye a kapunyítás képesség egyébként. Ez azt jelenti, hogy
megnyitunk egy kaput Seo börtön, pokol börtön világára, ahol elzárták annó, de nem teljes sikerrel az pokol egységet, mert néha előtörnek minden ilyen hold fogyatkozáskor vagy nap fogyatkozáskor. És láthatjátok, ha jól veszem észre, visszaütésnél, illetve talán a védelemnél, tehát amikor minket megütnek, akkor nő a... az a... gömb, úgymond, tehát a képességünk. Most ez jelzi azt, hogy a következő körben ki fog bújni egy társunk. Most bevitték egymást, ugye, mint láthatunk, nem egy kritikus ütés volt. Na. Na. Be tudjuk állítani egy kit. Ráállítjuk előbb a képességeket, abból fog alakulni, úgymond a kapu. Ezek természetesen nem fognak megmaradni. Úgyhogy... ez valami bug lehet itt. Nem maradnak meg az így szerzett lények. Na, látjátok, most be is védted. Na, itt van most egy szukubusz. Azok ott, hogy nem sok lény jön így alapszinten, de hát... későbbiekben gondolom ez nőhet ez a szám. Úgyhogy... az Inferno egységei leginkább támadásban erősek, illetve varázslatok terén és tűzmágia, illetve egyéb mágia, leginkább a tűzmágia egy effekteit biztosítik előnyben. Azok most eltűntek, ha meghaltak azok a egységek, amelyeket azok nem maradnak meg. Ezek az egységek. És rakunk be egy képességet. Mondottam, ez most egy piró nevezetű, piromániákus, kasztos mágia, és ezért természetesen a... tíz mágiát fogja előnyben részesíteni. Látjátok, itt vannak a megszokott, tehát a többi egység az a burjánzó szobából elővő tenyésztő, majd tenyésztő anyaha lesz fejlesztetten, ő alaphelyzetben manát tud elszívni, hogyha megtámadják, illetve a támadással, illetve lőni tud ilyen kis impeket. A fejlesztők annó elvég azt mondták, hogy nem lesznek impek, hát így külön irányítva nem lesznek, de úgy látszik az egyik egység segédjeiként benne lesznek, hiszen ezeket löveli ki. Illetve a fejlesztett állapotban burjánzik, azaz körönként nő a száma. Valószínűleg csak a csatán belül, de nő a száma. Itt van pedig a kínzó kamra, amelybe ugye kínokozókat, illetve gyötrelemokozókat tudjuk úgymond megalkodni. Ezek egy nagyon normális lények, kicsit ilyen alien hatásuk van. Ők a csontjaikkal tudnak sebezni közelről alaphelyzetbe, illetve minden támadásukkal szemnő az erejük egyre többet sebeznek. Vagy hogyha meg most ezt nem tudom pontosan, vagy hogyha őket támadják meg, mindig nő a sebzésük ezáltal. A fejlesztett pedig már ki is tudja lövelni viszonylagos közel elében lévő ellenséges egységekre ezeket a csontokat, amelyek magából kiállnak. És ő nem érzi a fájdalmat, ő örvend a fájdalom. Van. Itt láthatjuk a Helpitet, az ördögi gödröt, vagy pokoli gödröt, amelyben a Juggernaut, az a rombolót tudjuk, illetve a fejlesztett állapotban a pusztítót tudjuk előállítani, amely rohamra képes, hogy megállítani az a rohamra, amely az úgymond az egyeneset, valószínűleg az egyenes vonalban lehet ezt elérni, az egyenes vonalban lévő ellenséges egységet dönti le úgymond a lábáról, tehát illetve mindenféle akadályt és várfalat is, tehát a rombolásra is nagyon alkalmas. Tudjuk használni, tehát falrombolásra, illetve nem hatnak rá, egy passzív képesség is van, nem hatnak rá mágikus hatások, illetve varázslatok, tehát mágiával nem fogunk sokra menni, el gyakorlatilag semmire. És egy hatalmas lény egyébként, így egy foglalat, tehát impozáns, impresszív lény. És a fejlesztett pedig, ha jól tudom... a fejlesztett, most hirtelen nem jut eszembe, de... fejlesztett, ha jól tudom, hát egyrészt többet sem az ide oda védelme is. De hát most itt elnyit eszembe. Ja, azt hiszem, hát ő még többet, igen, többet szivat, tehát az ellenfélek számára megtámadják. Ja, nem, bocsánat, nem. A fejlesztett változatnak az a képessége, hogy magára hívja az mindenkinek a figyelmét, és szinte mindenkinek ezt kell majd támadnia. Vagy lehet, hogy csak egy egységem, nem volt ilyen egységem még, tehát egy egységre lehet lávarázsolni, azt
képességét, hogy csak őt támadják. Annak ellenére, hogyha van mondjuk egy hetes bajnok szintű lény, amely át is tértünk a verem ördögre, illetve a verem ivadékra, kinek hogy tetszik. Fejlesztettem verem úr, illetve verem lord. Az előző rész 6. egysége, tehát most itt is kimaradt az ördög, valószínűleg bossként talán találkozhatunk, remélhetőleg nem tudom vele, és itt most felemelték bajnoki szintre. Gyűlölet ura, ezért a gyűlölet pengéjével tud kényszeríteni bármely egyenes egységet arra, hogy a saját emberei ellen támadjon, illetve talán az előző részhez hasonlóan tud varázsolni és tűzlemnát, illetve a fejlesztett változatnak van olyan képviselő, hogy szinte majdnem hát több egységre is ki tudja ezt a gyűlölet hatást fejteni, nem csak egyre, akár saját egységekre is egyébként. És ezek kívül hasztalan minden elme, illetve morál befolyásoló varázslatra, úgyhogy elég, és nagyon erős, tehát így életerőben is, és mert tudni kell, hogy a démonok leginkább, ugye, mint mondottam, a brutalitásban, tehát a sebzésben kaptak előnyt. Ez segíti nekik ugye azt a hatását, hogy sajnos a védelmük, illetve az életerejük, vagy a jellemzőjüket, hogy nem a legerősebb, viszont szerencsét azt legtöbbször ők kaphatnak, ezáltal ugye 50 plusz 50%-a még többet sebeznek, mint amennyit a normál sebzésben. De alapból is nagyon erős a sebzésük, illetve a varázslatokban tűz, csóva, tűz, labda, armageddon, nem tudom, sorolhatnám, nagyon erőseket tudnak sebezni. Tehát ők ebben jók, pusztítás urai mondhatnánk, tehát ők nekik a rás-rás taktika, tehát a támadás, rohanás, lerohanás, sebzés minden áron, illetve a támogató képesség olyan szempontból, hogy a kapunyítást jó, hogyha ki tudjuk használni, így a veszteségeinket akár felezhetjük, vagy szinte semmisé tehetjük. Tehát ez nagyon fontos, illetve mit mondhatnék még erről? Hát talán azt, hogy viszont tehát morálban sajnos gyengék, tehát többször nem szoktak lépegetni, illetve mint mondottam, nincs gyógyító, tehát támogató egységekben úgy alaphelyzetben a gating kapunyításon kívül nem rendelkeznek, ellentétben többi nagy nép nagy részével. De a képességek is jók, itt például ezzel a káosz portállal tudjuk növelni a lényeink, egységeink számát a kapunyításkor. Illetve hát most itt se tudok váltogatni, nem tudom, lehet azért, mert nem tudom megvenni szinte, illetve a tűzeső épülettel tudjuk a meteor zápor, szintén egy jó használt képessége, varázslat ennek a népnek, tehát a sebzését tudjuk növelni, és a tehát a, bocsánat, tehát a akik támadják a városunkat, az ostrom során meteor zápor sebzi meg őket, az ostrom során, illetve ezek a meteorok krátereket alkotnak a térképen, ezek lelassítják, illetve akár meg is állíthatják lépéseiket az ellenfeleknek. Elég hatásos, meg kell hagyni. Mutatok egy kis opá. Varázslatot is akkor már, valahogy megtámadunk, megtámadjunk ezt. Beszélek majd még a víz és tűz varázslatokról így mellékesen, hogyha már az Infernumnál vagyunk. Amit megmutattam a tűz varázslat szép hatásait és effektjét. Sajnos ugye hát akkor a pap nélkül lőni tudnak, de hát az egységeimnek a támadását nem fogják bírni. Na mi van? Miért nem tudok volni? Kérem szépen, na azért, és így gondoltam. Na, hát igen, nem sokáig bírták. Mondni még többet is sebeznék vele, tehát én úgy vettem észre, tehát az Inferno mágia hüsse a legnagyobbat sebző varázslatokat tudja alkotni, főleg tűz esetében, de használhat mást is, tehát ezért más. Hát sajnos a leggyengébb védekezése talán az egyik leggyengébb védekezése életereje a kutyának, van ennek a kétfejű kutyának, de hát pokol kutyának, illetve a később a Kerberosnak, de azért nem rossz ő sem, tehát
Láthatjuk, ha védekezünk, várunk, akkor is más animációk vannak, illetve hogyha nagyon sokat várunk egy karakterre, akkor előjönnek a vicces animációk, ezt is feldobja a hangulatot a magyar kis fejlesztő csapatunk, a Black Hole. Jó ötletnek tartotta, és szerintem is azért hát humoros néha, de nem ez a fő természetesen, tehát láthatátok azért hatásos varázslat, és megint durrottam egy szintet, most fejlesztem a logikus alapon a tűzmágia sebzés, illetve a Magic Power növelem, és így még erősebb lesz a hatás minden sebző varázslat esetében. Úgyhogy van belső tűzvarázslat, amely a özvezettségeinknek a erősebzését, illetve a kezdeményezés értéket növeli 30%, úgyhogy eléggé hatásos varázslatok is vannak, úgyhogy hát megmutatom akkor a még részletesebben a tűz és vízvarázslatokat. Ezen kívül találhatunk tűzpajzsot, amely a régi részekben is volt, például az Ifritnél, meg egységnél is, tehát egy tűzpajzs, amely szivatja a támadókat, illetve növeli a Magic Defense-et, illetve van egy morálnövelő képesség, égető determináció, és ennek fejlesztése, illetve láthatjuk a tűzmágia fejlesztését, illetve a fire show, a tűzcsó, a tűzordán megalkul, majd tűzviharrá, amely egy 5x5-ös területen tud 34 damage-et, amely az lépéseink előadatával nőhet, hogy milyen több felpowert kapunk attól függ. Illetve 10 elementálokat is tudunk természetesen varázsolni, 15-ös level hős szinten elég jó. Nem gyengék a 10 elementálok, tudunk örületet alkotni, vagy örületet okozni az ellenség számára, megtámadja egy szomszédos mellett álló saját baráti egységét, illetve 21%-kal több damage-et tudunk a következő néhány körre ezzel a tűzmágia használatok esetén, tehát ez elég jó. Tehát van egy ilyen messzine fire, amely tömeges belső tűz, tehát mindenkinek 11%-kal növeli a kezdeményezés értéket és az erősebzését, nem rossz. Illetve lenne a vízmágia, ezt most nem tudom megmutatni, akkor megmutatom a levegőmágiát. Tehát van ez a Storm Wind, amely ilyen viharos szeleg. Így csökkenti 5 kör elejéig 5%-kal ellenséges lövészek sebzését, távolsági lövészeket, ugye sebzését, illetve van a fejlesztett változatban, mert minden lényre már hatása van, és még szívat is 194 levegő sebzést, és elkábítja az ellenfeletet, eléggé erős, illetve is találunk levegő mágia erősebzés növelést, illetve hatásnövelést, illetve tudunk levegő elementálokat varázsolni, meg szintén itt elég jók lettek ellentőben az előző részekkel. Tehát van egy ilyen leföldelés, úgymond, amely nem tudnak a kijelölt ellenséges repülőegységek mozogni. Tehát a repülés képességet elvesztik 2 köréig, csak kis mértékű lépésszámuk marad, tehát keveset tudnak már lépni. Tehát van egy ilyen viharos nyilak, amely plusz levegősavazás, levegősebzést kapunk néhány körülnék, illetve nem kapunk ilyen távolsági büntetéseket, tehát egyenes lesz a nyilunk, teljes sebzéssel támadunk, illetve van egy régi klasszikus képesség, amely a villámcsapás, szóval nem kell elmagyaráznunk, van egy ilyen villámütés, úgymond, amely 75% esélyt adja minden levegősebző varázslat, illetve képesség a hős seregében arra, hogy az ellenséges meglőtt egység el is kávoljon ezzel együtt, ami elég jó. És van ugye a lánc villám, ami a villámcsapás fejlesztett változat, amely 4 ellenségre is 6, és minden egyes ellenségnél viszont feleződik a sebzés mértéke, tehát eddig is így volt, de azért ez egy jó képesség. Illetve itt vannak a földmágiák, a Stone Skin az ismerős, ugye ez ilyen kőbőr, amely növeli a mágikus, vagy a bocsánat, az erővédelmünket, a lényeinknek, illetve itt is van egy ilyen erő sebző, illetve hatásnövelő, illetve itt van egy regeneráció, és ide tartozik, és annak teljes fejlesztett tömeges változata, illetve van egy ilyen kőfalakat tudunk lerakni a csatatérre megfelelő szerkezeti pontokkal, amik ugye védelmet szolgálnak. Földelementált tudunk varázsolni, ami szintén elég erős, tehát itt igazából nagy részt az elementálra keresek, nekem a sötétség, vagy pontosabban az árny elementál tűnt gyengének, csak illetve van egy ilyen tömeges kőbőr hatás, egy megkövezés, illetve
kövé változtatás úgymond a lényeknek, amely azt jelenti, hogy kövé dermednek úgymond a lények több körig a kijelölt ellenség nem tudnak mozogni vagy cselekedni bármit is. De ha viszont a baráti egységeink cselekedhetnek, viszont ha megütik ezt a lényt, akkor elmegy ez az a hatás. Láthatjuk ezért, az erózió az egy szerkezeti kárt okoz falakban, akadályokban, a földrengés pedig mondjuk a fejlesztett változat, amely 4x4-es területre teszi mindezt, illetve elkábítja az ott lévő lényeket, egységeket, akármit. Itt van a mérgező felhő, illetve köd, vagy 3x3 most területen mérgező felhőt rak ki, 38 földsebzéssel körönte, és egészen a csata végéig hat. Úgyhogy ez nem rossz, nem rossz. Itt van a sötétségvarázslatok, erről végig is részben már beszéltem múltkor. Itt vannak az ősi varázslatok, amely hát ilyen általánosabb, talán mondhatjuk így. Van ilyen leszedő varázslat, ami eddig is ott leszed minden hatást, jót vagy rosszat az adott lényről. Van egy ilyen magic, tehát varázslat védelem növelő képessége, ez varázslat erő növelő. Hát itt mindenféle van, mana növelés. Ez talán így az akadémia, hogy úgy észrevettem a régi játékban, és hogyha majd lesz a kiegekben, ő hozzájuk fog igazán tartozni, bár mindenki ugye öt közül választott a hétből. De azért mindenkinek van talán egy fő kedvenc varázslatága, kivéve talán a barbárokat. Lassítás, hát igen, itt vannak ezek az általánosabb régi varázslatok, gyorsítás, ellenség páncéljának csökkentése, mana elnyelés, tömeges gyorsítás, tömeges lassítás. 2%-kal növeli a mana visszanyerődés naponta. Hát elég hatásos varázslatok. Meditáció, teleport, implózió, hatalmas robbanás. Ezt nem lehet gyógyítani se későbbiekben. Mérték a sebzésének mértékét. Idő, stázis, állítás. Következő lény, vagy a kiválasztott lény két körig nem lép. Ez elég jó, kihagyja. Nem lehet támadásokkal megszületni a hatását se, úgyhogy nagyon hatásos. Hát, csatás varázslatok vannak. És az Infernók is, meg kell mondjam, eddig tapasztalatom alapján nagyon erős névsebzésben van, nagyon vigyázunk az embereinkre és kihasználjuk a sebzés mindenek felett, viszont ezek terén mindent kihasználunk, a kaponyítás képességet, a különböző sebző varázslatokat, különböző megőrítő varázslatokat és képességeket a lényeknél elszívó mana elszívás, stb. Akkor legyőzhetetlen nép az Inferno. Úgyhogy ajánlom minden ördög ilyen gonosz és ördög ilyen jó híróz játékosnak. Legközelebb a barbár népét, az az orkokat mutatom be, akik a rabszolgaságból felemelkedtek egy büszke néppé. Meglátjátok, ők is elég erősek. És mellettük megmutatom a tereptípusokat, legalábbis amiket be tudok, illetve a fajtáikról, a tereptípusok fajtáiról is beszélek. Addig is pusztítsatok! Sziasztok!